És mondtad, hogy nagyon küzdelmes és néha rögös az út tervezőként. Mik ezek? A rögök? Aha. Hát az egyik az, hogy nagyon kevés a szakember. Tehát, hogy itt azt érzem, hogy mindenki rögtön divattervező akar lenni. Köszönöm, hogy eljöttél, Bogi, és velem reggelizel. Köszönöm a meghívást. Készültem pár aprósággal, a kuglókot azt egy kedves barátom, a Sanyi készítette, ez egy ilyen laktóz és gluténmentes süti, én meg kicsit földíszítettem még ehető virágokkal, illetve én készültem ilyen pekándiós, barackos, levendulás fagyival, ez nem biztos, hogy annyira finom lesz. Megkóstoljuk. Kérlek, ne utálj, hogyha teljes a lehetetlen. De megpróbáltam. Életem első fagyja egyébként. Csak gondoltam, hogy valamit szerettem volna, ami passzol a kuglófhoz. Úgyhogy én erre gondoltam. Köszönöm szépen. Én nem vagyok egyébként nagy fagy, és viszonylag ritkán is kevés fagyit teszem, de szívesen. Örülök, ha megkóstolod, és majd véleményezed. Téged elsősorban egyébként alkalmi ruhákról ismernek, igaz? Tehát nagyon finom darabjaid vannak, nekem is a fejemben. Te úgy élsz, hogy az a tervező, aki alapvetően alkalmi ruhákat készít, koktélruhák kisestéig. Nem. Koktélruhát például szinte sosem készítem. Komolyan? Szinte sosem. Alkalmi ruhát sokat, de... Egyébként az Alice-en a nulladik pillanattól egy teljes ruhatárat kínált. Minden kollekciónkban vannak basic darabok, és vannak nagy esték, meg van még mindig mostanában egy mennyasszonyi ruha. Az viszont való igaz, hogy aki hozzánk fordul, általában valamilyen különlegesebb alkalomra szeretne ruhát. Én egy buddy-val kezdtem meg az egész pályafutásomat, és én azóta is nagyon erősen koncentrálok a medikészítés, és erre is csinálunk most egy kampányt, ezt is lefotóztuk, hogy én ezt szeretném, hogy az Alicia-nak a body legyen az a termék, ami a kulcsdarab. Igen, és most már alkalmi ruhákat, mennyasszonyi ruhákat, és csinálok body alapra, nagyon hiszek benne. Igen, azt mi is szeretjük egyébként. Igen, meg ugye én a Triumph-nál egy évig dolgoztam a céggel, és nagyon sokat tanultam a fehér nemű készítésről általuk. Tehát, hogy egy picit úgy érzem, hogy nagyon, nagyon gondolok mindig arra, hogy funkcionálisan is az a body jó legyen. Tehát, hogy úgy tekintek rá, mintha ez a fehér nem és a felső ruházat kombinációja lenne, és hogy ennek a kettőnek nagyon stabilan ott kell lenni minden darabban. Az Alicia-n nőies. Igen. Én hiszek a nőies ruhákban, meg aki hozzám jön, ők is abban hisznek. Tehát, hogy nem hercegnőket látok magam körül ott a showroomban. Mi nem ezt a nagyon romantikus vonalat képviseljük, én azt gondolom, hanem a letisztult, visszafogott nőiességet, jó minőségű anyagokból elkészítve. De azt is jól érzem, ugye, hogy azért a ruháidban elég erőteljesen jelen vagy te. Mert nekem például te magad is annyira egy ilyen finom, elegáns, mondhatni úrinő vagy, és nekem mit jelent az úrinő? nekem így nagyon harmóniában van a kollekciód, a te személyiségeddel, a te világoddal, az egyéniségeddel, amit én eddig megismertem belőled. Örülök, ha ezt mondod, hiszen azért lássuk be, a divattervezés az egy önkifejezés. Nem gondolok olyan magasztosan róla, hogy azt mondjam, hogy ez egy művészet. Igen. Sokan ugye alkalmazott művészetnek tekintenek rá. Azt gondolom, hogy mindenképpen egy önkifejezési forma, és inkább azt szoktam mondani, hogy a ruha az akkor jó, hogyha sosem fedi el a nőt. Nem a ruha a lényeg, és mindig azt szoktam mondani a vásárlóimnak is, hogy szépből kívánom, hogy ne azt mondják, hogy de szép a ruhád,
hanem azt mondják nekik, hogy te magad milyen szép vagy. Ez nagyon jó. Érzed a különbséget. Uh-huh. Tehát, hogy ne a ruhát vegyék észre, hanem azt, hogy az a nő mennyire harmonikusabban a ruhában, bármi is legyen rajta. És az, hogy te például ennyire ilyen kis, szerintem ilyen kis finom nő vagy, és finom jellem, ugye ez a divat szakma és a média tele van őrültekkel is, néha nagyon szélsőséges jelenségekkel. Te ezt mennyire éled meg úgy, hogy ez mondjuk pozitív számodra, vagy negatív? Szerintem, amit én képviselek az Alicia-nál, ott mindenképpen előny. Meg ugye nem szabad elfelejteni, hogy én nem egy olyan tervező vagyok, aki 18 évesen felvételizett egy művészeti iskolába, és ez az ő szakmája az egyetlen út az ő életében. Uh-huh. Hát én közgazdász vagyok, sőt a közgázban a PhD kurzust is megcsináltam, tehát hogy én egy teljesen más pályára készültem, külgazdaságpolitikával foglalkoztam, és ugye egy minisztériumban dolgoztam, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy nagyon hierarchikus rend, ami az állami gazgatásban van. Nem vagyok egy ilyen, igen, egy ilyen elvont művészlélek, aki nem szabálykövető, meg rendkövető. Én azt hiszem, ezt másban élem meg. Én azért kezdtem el ezt az egészet csinálni, mert mindig is nagyon vonzottam a művészetekhez, a szép művészethez, a gyönyörű képekhez, a gyönyörű tárgyakhoz. Meg azt vettem észre magamon, hogy imádok szebbé tenni dolgokat, meg akár embereket is, magam körül, a környezetemet, a kis kertemet. És akkor azt gondoltam, mert akkor elmúltam 30 éves, hogy ha ez benne mennyire erősen megvan, akkor a végére kéne járni, hogy ez többe, mint egy hobbi, vagy valami, amit nagyon szeretek. Valahogy bennem ez így alakult ki, és igen, én ennek nagyon örülök, mert akik az én vásárlóim, ők maguk is ilyen nők. Olyan nők, akik én voltam régen. Uh-huh. És ezért értem, hogy nekik mire van szükségük, azt hiszem. Nagyon jó, hogy vannak ilyen alapjaid, mert így legalább tényleg nem egy öncélú művészkedés. Uh-huh. Ezt sokszor használom én magam is, hogy én nem szeretem az öncélú divattervezést. Nem is azt szoktam mondani, hogy divattervezés, hanem ruhatervezés. Néha egyébként ezt én is nagyon sokszor használom, mert látom azt, hogy vannak olyan tervezők, akikről egyből az jut eszembe, hogy ez egy öncélú művészkedés, és így végig gondolom, hogy úristen, de ezt ő vajon hogyan tudja értékesíteni, mert jó, persze értem én, hogy mondjuk ez PR és marketing szempontból nagyon jó az a kollekció, és mindenütt meg fog jelenni, és lehet róla írni, és fotózni, és mindenféle editoriába betenni. De hogy ebből aztán hogyan lesz értékesítés? Mert ez is más, amikor mondjuk összeáll egy kollekció, mondjuk egy, nem tudom, egy 20 darabos, melyből 4 ruha borzasztóan látványos, ami eladja a kollekciót, de a maradék 16 pedig valóban értékesíthető és hordható ruha. Egyszer hallottam egy felmérésről, hogy itthon néhány ezer ember az, aki igazából tervezői ruhákat vásárol, és hogyha magad is megnézed mondjuk a Facebook a hírfolyamot, hogy tényleg látható, hogy szinte mindig ugyanazok az arcok jelennek meg mindenkinek a bemutatóján. Mindenki kiválasztja, hogy ettől a tervezőtől ilyen ruhát vásárol, a másiktól olyat, attól függ, milyen eseményre készül, vagy mire van szüksége, és akkor nekik egyébként én nagyon hálás vagyok, hogy vannak ilyen emberek egyáltalán, akik szinte ilyen támogatói szerepben azt mondják, hogy ők akarják a magyar divatot támogatni, de nagyon kevesen vannak, és szerintem nagyon sok a tervező, csomó művészeti iskola van, nőnek ki a tervezők. Mint a gomba. És aztán jön az kérdés, hogy utána hogy lehet érvényesülni, mert azért lehet azt is látni, hogy most már voltak nagy befektetések a divatipar területén, és mégsem lehet teljesen olyan híreket hallani, olyan nagyon jó híreket, hogy aztán ez egy óriási jövedelmező tevékenység, sőt, és óriási sikertörténetek vannak, úgyhogy mindig óvatosan hallgatom én meg ezeket, hogy ki mennyi pénzt kapott, és aztán mi történik utána. Ráadásul sose tudom levetkőzni
a közgazdász személyre. Igen, én is egyből elkezdek számolni. Igen, tehát hogy igen, igen. Meg amikor az ember ennyi pénzhez jut, mondjuk egy befektető által, az szerintem egy óriási felelősség is. Igen. Tehát hogy ez nem addig tart, hogy aláírsz egy szerződést. De sokan ezt gondolják. Iszonyú határidők, iszonyú elvárások, iszonyú Excel táblák, amiknek meg kell felelni. Szerintem az azért... Ráadásul nagyon hamar el kell kezdeni termelni. Uh-huh. Nagyjából ugye a harmadik évre már saját lábon kell állni. Tehát egy ilyen már... Igen, az, én általában szoktam számolni, hogy mondjuk egy olyan 2 év alatt égetik el azt a tőkét, amit kapnak. Igen, mert hogy ugye az exit... pontok olyan 4-5 év körül igen. kerülnek meghatározásra. Na hát, ez szerintem nem ez az ágazat. Itthon szerintem semmiképpen. Nem nagy nemzetközi álmokat szőni sokan teszik itthon. Én mindig azt mondtam az elejétől fogva, hogy én nem arra törekszem, hogy az Elysian egy nemzetközi márka legyen. Én arra törekszem, hogy az Elysian egy jó magyar márka legyen, egy stabil, ami eredményes, ami növekszik, tehát hogy lássam, hogy hova tart. És aztán, ha lesz olyan termék, lesz olyan termékkör, van olyan koncepció, van mögötte pénzügyi háttér, a lehetősége, akkor gondolkozzunk el azon, hogy nemzetközi szinten mit tudnánk elérni. Olyan fura ez az egész, mert hogy én azt vettem észre, hogy a 12 év végén indult el a márka, és hogy szinte óramű pontossággal elmúlt 5 éves, és onnantól jöttek a meghívók mindenféle divateseményre. New York, Shanghai, Dubaj, Milánó, nem sorolom, hogy akkor szeretettel várnak, hogy óriás pénzek, persze, tehát ez nem, tehát hogy ezek nem meghívások, hogy legyen a részt, hanem nagyon-nagyon. Sokan ezt nem is tudják, azt hiszik, hogy jaj, mert te egy tehetség vagy, azért nyilván ez neked nem kerül semmibe, hanem te kimehetsz. De nem, ez, ugye én nekem volt bemutatóm New Yorkban, meg Londonban is, mert én kezdetektől fogva, én nagyon szerettem volna külföldön is megvetni a lábamat. De aztán nagyon hamar megtanultam, hogy önmagában az, hogy csinálsz egy runway show-t, nyilván meg még rászervezel pár találkozót, és ez nem csak önmagában a show-ból áll, de sokszor sokkal nagyobb anyagi ráfordítást igényel, ezen kívül még az összes prezentáció és buyerekkel való találkozás. Nem mindegy, hogy hol találkoztok, akkor már erre mondjuk egy nagyon fancy luxus lakosztályt kell kibérelni, meg kell felelni egy csomó etikai szempontnak is, és ez kerül iszonyatosan sokba. Meg ugye nem, ebből nem egyet kell csinálni. Nem egyet, hanem szezonról szezonra, legalább és hármat. Figyelnek, így van, figyelnek, aztán vagy tetszik nekik, vagy nem. Hogy ez őrült anyagi ráfordítás alapvetően, és azt gondolom, hogy ott meg akkor kitárul a világ, és ott meg nem ennyien vagyunk, hanem akkor ott már ó, persze. Ezen nyilván, szerese. Amikor én kint voltam, persze voltak megbeszélések, meg meetingek, és akkor kaptam nagyon jó lehetőségeket, hogy mondjuk nagy áruházba bekerüljek. Én tárgyaltam annak például a Bergdorffal, de olyan számokat mondtak olyan határidővel, hogy ezt gyártsam le, viszont csak 30% előleget fizettek volna, és akárhogyan számoltam, ez az a lépcsőfok, ami már befektető nélkül megléphetetlen lett volna. Én nem mertem ezt bevállalni, ráadásul azért hallottam rossz tapasztalatokat is, hogy a végén mondjuk meggondolta magát a megrendelő, és hiába gyártotta le a terméket, azt mondták neki mindenféle mondva csinált indokkal, hogy ez nem az a minőség, és ott maradt a nyakán a nem tudom, több ezer cucc. Nem mertem beleugrani, és akkor jöttem rá, hogy igen, ez így nagyon nagy kaland, és tök jól hangzik, meg jól mutat a CV-mben, hogy hú, volt New York-i bemutatóm, de utána nem igazán tudtam effektíve bizniszt csinálni ebből, mert iszonyatos anyagi ráfordítás lett szükségeltetett volna még. És mondtad, hogy nagyon küzdelmes és néha rögös az út tervezőként. Mik ezek?
Ha rögöd? Aha. Hát az egyik az, hogy nagyon kevés a szakember. Tehát, hogy itt azt érzem, hogy mindenki rögtön divattervező akar lenni. És nincs, aztán, meg ez a, nincs meg ez a rang létre, hogy egy kicsit kipróbálják magukat, igaz? Tehát elvégzi a sulit, és egyből saját márkát alapít. Pont ezt beszéltük Zigivel pár napja, hogy nincs bennük meg ez, vagy legalábbis mi úgy látjuk, hogy nincs bennük meg ez az alázat, hanem egyből az ego kezd el dolgozni, és már az iskolában megvan az, hogy mi lesz a márkanév, mi lesz a logó, és ugye van egy vizsga kollekciója, és azzal ő már egyből márkát indít. Igen. Egyrészt ez. Másik oldalon meg valahol megértem őket. Magyarországon nincsenek divatházak, akik befogadnak divattervezőket, akik elmegyünk diploma bemutatókra, mint ahogy én is teszem majd most jövő héten, és akkor megnézem, és akkor kivel szeretnék együtt dolgozni, vagy hogy egyáltalán valaki szeretne mondjuk az Alicia-nál, mint tervező dolgozni, anélkül az ambíció nélkül, hogy ugye rögtön az ego bekapcsoljon, hogy a saját márkáját szeretné építeni. Nincsenek nagyon ilyen márkák, akik befogadóak, és nincsenek nagyon olyan tervezők, akik ne a sajátjukat szeretnék megvalósítani. Vághatok a kuklóból, megkóstoljuk? Gondoltam, kóstoljuk meg. A kuglófal szerintem nem lesz gond. Képzeld el, nincsen ilyen desszertlapátom. Tegnap pedig még tök sokat keresgéltem is, még tegnap is elszaladtam, hogy beszerezzük valami szépet, mert nyilván ez nem mindegy, hogy milyen. De úgy látom ebben a térben egyébként, hogy itt is minden a szépségről szól. Ó, persze. Nagyon sok olyan holmim van, aminek alapvetően kevésbé érvényesül a funkciója, viszont nagyon-nagyon szép. Úgyhogy bocsánat, ezt most így adom. Köszönöm. Én nagyon szeretem a zöldet. Nekem a zöld az a kedvenc színem. És a kollekcióidban is meg szokott jelenni, de nem ez a nagyon erőteljes az a fal, ami ott a hátad mögött van, az szerintem az összes zöldet tartalmazza, amit én szeretek, a fal színét is elérve. Egyébként nagyon ritkán lehet szép zöld anyagot kapni. Nagyon kevés. Nagyon agresszív zöldekkel szoktam találkozni, ami szerintem kevés embernek áll jól. Igen. Én most például az utolsó kollekcióban, az aktuális tavasz-nyáriban magam nyomtattam ki azt a zöld árnyalatot az anyagra, amire vágytam, mert nem találtam egész egyszerűen. Megkóstolom. Nem tudom, önthetek. Igen, ez még forróvíz. Igen, tehát ezt nagyon szeretném megkóstolni, hogy a püntösdi rózsa az egyik kedvenc virágom. Ebbe vagy a nagyobban, sem. Ahogy gondolod. Ahova legyen. Jó, akkor legyen ez. Köszönöm. Milyen íze lehet a püntösdi rózsának? Még mintha talán licsivel lenne. Igen, licsit is nagyon szeretem. Az nagyon finom. Uh-huh. És neked soha nem volt még semmilyen negatív tapasztalatod így a szakmában? Olyan nagyon rossz élményem a... Nem feltétlenül nagyon rossz, remélem nem volt nagyon rossz, de érdekel, hogy volt-e bármi, ami olyan kellemetlen volt, rosszul esett, netán mondjuk megviselt. Nem volt semmi olyan. És celebekkel? Hát őszintén szólva én ezt a ruha hogy mondják, fotóért cserébe kérünk szépen ruhát valamilyen eseményre valaki nagyon fontos embernek. Itt voltak azért rossz tapasztalataim, de azt gondolom, hogy ez nem az Alicia-nak szólt, hanem ez valahogy Magyarországon nagyon rosszul van megcsinálva. És nem gondolod, hogy ha mi mondjuk tervezők kicsit összefognánk és összedolgoznánk, akkor ezt meg tudnánk reformálni? De biztosan nagyon sokszor nem jönnek meg ezek a fényképek. Tehát, hogy csak addig vagy fontos, amíg odaadod azt a ruhát, és onnantól már úgy könyörögsz sokszor, hogy visszakapd, úgy kapod vissza, hogy elszakadt, foltos, koszos, vagy elvesztik a felét, vagy egyáltalán egy semmiféle megjelenés nincs róla. Tisztelet a kivételnek. Van kivétel, persze, de nagyon sok a rossz
tapasztalat, nem csak nálam, meg valahogy olyan kellemetlenül érzed magad, mikor azt mondod esetleg egy megkeresésre, hogy köszönöm, de nem. De miért nem? Tehát, hogy én inkább azt gondolom, hogy húztam egy vonalat, és azt mondtam, hogy hadd döntsem el én, hogy kinek adok jó szívvel, és neki tényleg jó szívvel adok. És lehet, hogy fotót se kérek, mert annyira szeretem, vagy nem az a lényeg, hanem hogy valakit szeretek, és akkor szívesen segítek. Van, akinek meg nem szeretnék adni, mert úgy érzem, hogy nem lenne jó a márkának, hogyha összekapcsolnák a nevét a márkával, és ez most nagyon nagyképűen hangzik, de hogy egyébként ez az egész erről szól, nem? Tehát, hogy ez egy akkor kölcsönösen előnyös dolog, hogyha valamiért az neked építi a márkádat. Abszolút. Nem? Ez nagyon kevés ismert embernek jut eszébe, hogy ja, ő egyébként meg is tudná vásárolni azt a ruhát, vagy mondjuk egy ilyen közös utat kitalálni a ruha megvásárlására, ha annyira, nem tudom, mondjuk nem fér bele az ő büdzséjébe, hogy kifizet az előállítási árát, a többi pedig mondjuk marketingben lesz megoldva, és ő viseli és posztol róla. Szerintem ezen a területen is mondjuk a stylistokkal kellene egy picit jobban máshogy együttműködni a tervezőknek, mert valahogy azt érzem, hogy az ő oldalukon Magyarországon, ha valaki már kétszer szerepelt a tévében, akkor onnantól őt mondjuk már ezt be a celeb, csúnya celeb kategóriába soroljuk, és akkor ezekkel a fiatalokkal elhitetik azt, hogy persze téged fognak öltöztetni, neked ez jár. Már. És nem gondolom. És akkor jön egy stylist, és akkor elkezdik kérni, vinni eseményekre a ruhát. És akkor az a sztár elhiszi magáról, hogy neki ez valóban jár. Yeah. És hogyha te már azt mondod, hogy de én szeretném, ha megvásárolnád, vagy tehát, hogy akkor az szinte már sértő. Mesélj nekem a szitakötőről. Találkoztam egy ilyen szitakötős brossal, amit ti készítettetek, és ez a ti kampányotok. Beszélgettem erről egy nagyon jó barátommal, Varga Viktóriával, aki egyébként szintén tervező, és ő ékszereket is készít, hogy van most az Alicia-nak a tavasz-nyári kollekciója, aminek a motívuma egy szitakötő, egy ilyen szecessziós mintának a modern újragondolása, és hogy csináljunk egy szitakötőt, és hogy ez a szitakötő legyen szüfrezett színű, zöldlila és fehér üveggyöngyökkel díszítettük. És ez egy körülbelül ekkora ékszer, és azt kommunikáljuk, hogy a nők álljanak ki magukért és az álmaikért, és hogy vállalják ezeket, és elkezdtük ezeket készíteni, Viki készíti egyébként, együtt terveztük, együtt találtuk ki, és ugye az a szépsége, hogy mindegyik más, mert egy kézzel készült darab, mindegyik picit más, hogy van díszítve, picit más színekben, és nagyon-nagyon szeretik a nők. És az a jó benne megint, hogy történeteket hallok arról, hogy kinek miért fontos. Azt szeretnénk kommunikálni, hogy vállaljuk a vágyainkat, és álljunk ki magunkért. Ó, ez egy nagyon szép gondolat. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a beszélgetést. Remélem ízlett a Sanyi kugló. Sanyi nagyon jó kuglókat készített. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.